A nyersanyagok drágulása mellett a jövedéki adó átütemezése is új árak megszabásához vezetett. Ebben a hónapban az élelmiszerek és a háztartási tisztítószerek drágulása 1 és 10% között lesz, a cigaretták pedig dobozonként 10 dinárral kerülnek majd többe. Egyedül a fél kilós száva típusú kenyér lesz olcsóbb az idei kenyérgabona felvásárlási árának és a kormányhatározatnak a következtében. A fogyasztói szervezetekben rámutatnak, hogy ez a láncreakció tovább ront az életszínvonalon. A szerbiai háztartások arra kényszerülnek, hogy jövedelmük több mint 40%-át élelemre költség. Az uniós országokban a jobb életszínvonal ellenére a fogyasztók jövedelmét nem terhelik hasonló mértékben az élelmiszerekre szánt kiadások.